Az ellenzék összeállt Makón is, jelentette be Mucsi Tamás polgármester jelölt, majd kiemelte, változást szeretnének és szolgálni akarnak. A legfontosabb programpontunk, amire nagyon büszke vagyok, hogy mindenkinek 2 köbméter ingyen vizet szeretnénk ebben a városban adni, azért, hogy egyébként akinek a létfenntartásához ez szükséges, az tudjon boldogulni, kicsit könnyebb legyen az élete. Aki pedig egyébként a közterület szépítésére használná föl, az elgazdasodott város szeretné szebbé tenni, ahhoz pedig járuljunk hozzá. Ez a 2 köbméter ingyen víz egy ekkora költségvetésű városnak gyakorlatilag csepp a tengerben. Ez a jelenlegi árakon, valamint 20 ezer lakossal számolva, mintegy 20 millió forint költséget jelentene a városnak egy alkalommal, ha évente szeretnék teljesíteni. Ám ha havonta, az már 240 millió forint éves szinten. Emlékezetes, hogy a DK az európai parlamenti választásokat megelőzően európai nyugdíjat ígért a választóknak, ám erről azóta is nagy a csend. A sajtótájékoztatón az is kiderült, az ellenzéki összefogás mindezeken felül orvosi ellátást indítanak Gerizdesen, rendelőt azonban ígérni nem mernek. Megdupláznák a nyugdíjas klubok támogatását, eltörölnék a legszegényebbek kommunális adóját, és létrehoznának egy nyugdíjas lakóparkot. Hogy ezekre a forrást hogyan teremtenék elő, az nem derült ki. Viszont, hogy kikkel szeretnék ezt megvalósítani, az igen. Az egyes körzetben Földesi Csabánéval, a kettesben Kis Imrénével, a hármasban Nagy Zsolttal, a négyesben maga Mucsi Tamás indul, az ötösben Molnár László, a hatosban Zeitler Ádám, a hetesben Török Miklós, a nyolcasban pedig Újrázna Gáspár Sándor.